Az eredeti tervek szerint ebben az évben már tavaszi-őszi rendszerben bonyolították volna az ország egyik legnagyobb kispályás labdarúgó bajnokságát, de a koronavírus járvány felülírta az elképzeléseket. Végül a megszokott módon ősszel rajtolt az idény, mégpedig rekord létszámmal, 115 csapat részvételével. Közülük 13 gárda új belépőnek számított. Mint Dajka László elmondta, a stadion rekonstrukció ellenére a 10 csoportban zökkenőmentesen játszották le a 600 meccset. Az őszi idényt október végére be tudtuk sikeresen fejezni, nem is kellett halasztani, hiszen az időjárás is kedvező volt számunkra, így majd tavasszal folytatódik tovább a bajnokság, és egészen június végén fejeződik be a szabadtéri salakos bajnokság, és gyakorlatilag alig telt el 2,5 hét, és már szombaton elkezdődött 40 csapat részvételével az Zrínyi Ilona gimnázium bencs csarnokába, a Tiszavasvári úton a téli teremlabdarúgó bajnokság, tehát ahogy említettem, 40 csapat, 4-10-es csoportba játszunk, keddenként este 6 órától játszik az A csoport, ők mindig ezen a napon szerepelnek, itt 5 mérkőzés zajlik, és minden szombaton egészen február végéig játszik a BC és a D csoport, tehát 3-10-es csoportban zajlanak a küzdelmek, és február végén van egy szuper döntő, ahol kiderül, hogy melyik Nyíregyháza 2021-22. Évi szuper terembajnoka. A terembajnokság mellett tornákat is rendeznek majd a téli időszakban. Ezek közül az első az az öregfiúk torna, amelyen a szervezők reményei szerint az előző két alkalomhoz hasonlóan korábbi válogatott és élvonalbeli futballistákat felvonultató csapatok lépnek majd pályára. December 4-én és 5-én, immár harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Fáraó Bútor Eger 40 pluszos öregfiúk labdarúgó torna. Ez azt jelenti, hogy 40 éven felüliek játszhatnak a tornán, bízom benne, hogy különböző megyékből, hiszen az érdeklődés így van, különböző megyékből érkeznek hozzánk, és a korábbi időszakokban volt külföldi résztvevő is, bízom benne, hogy ők is ellátogatnak ismét hozzánk, 24 csapattal tervezzük a tornát, és december 4-én, 5-én hát a Mikulás fogja hozni a győztesnek a vándorserleget. A 300 000 forint összdíjazású tornára november végéig jelentkezhetnek a csapatok.